A GFE gazdasági karának hallgatói tavaly év végén álltak elő azzal az ötlettel, hogy a békéscsabai felsőoktatásban tanulók vehessenek igénybe hasonló kedvezményeket több vármegyeszékhelyi kulturális és szabadidős intézményben, mint a középiskolai diákok. A békéscsabai diák önkormányzattal és a diákpolgármesterrel összefogva keresték meg a városvezetést. Szarvas Péter kiemelte, az önkormányzat azonosult az elképzeléseikkel és az ügy mellé állt. A polgármester hangsúlyozta, a diákok városhoz való kötődését a kultúra és a sport területén keresztül erősítheti a jövőben a kedvezményekre jogosító megállapodás. A Gál Ferenc Egyetem békéscsabai gazdasági karának nappali tagozatos tanulói számára az önkormányzat biztosítani fogja, hogy egész évben a Árpád strand és gyógyfürdőben diák jeggyel, diák bérlettel használhassák az uszoda a strand szolgáltatásait. Ez az egyik dolog, ez kapcsolódik alapvetően a sporthoz, a testedzéshez és a szabadidő aktív eltöltéséhez. A másik kezdeményezés, amit támogatni fogunk, hogy a Gál Ferenc Egyetem békéscsabai gazdasági karának nappali tagozatos tanulói a Munkácsy Mihály Múzeumban tanszünet idején a múzeum kínálatát, szolgáltatásait, tárlatait, legyen szó állandó vagy időszaki kiállításról, térítésmentesen megtekinthessék. Hajdú János diákpolgármester a városvezetés nyitottságát emelte ki, és azt, hogy az egyetemi hallgatókkal közösen tudnak gondolkodni békéscsabai ifjúsági témákban. Hosszú távú célokban gondolkozik a békéscsabai diák önkormányzat és a gazdasági kar hallgatói képviselete, fogalmazott Fekete Bencel. A DÖK elnök elmondta, a most született döntést jelentős eredménynek és példaértékűnek tartják a békéscsabai diákság életében. Nyári Csaba dékán helyettes köszönetét fejezte ki, egyrészt a fiatalok ötletéért, másrészt az önkormányzat támogató hozzáállásáért. A Gál Ferenc Egyetem dékán helyettese kiemelte, a diák élet színesebb ététele a jövő szempontjából hangsúlyos. Diákok abban gondolkodnak, hogy tovább is itt szeretnek esetlegesen maradni, és mind a kultúra, mind a sport terén, ha már lehetőségeik voltak korábban is kihasználni ezt, akkor ne csak mint diákként, hanem már mint hallgatóként, ilyen nappal is hallgatóként tovább is élvezhessék ezeket a lehetőségeket, amelyeket itt ugye békéscsabát tud számukra biztosítani. Tehát diákként ugye nagyon fontos az, hogy itt van egy élet, amiben ugye békéscsabán élnek, élhetővé tették saját maguk számára, és akkor a hallgatóink számára is egy fontos lesz, hogy kialakulhat egy egyetemi hallgatói élet ugye a nappaliseink számára, ahol megint újabb és újabb helyszínek lehetnek, akár találkahelyek, akár lehet gondolni a sportra, az oda kapcsán is, vagy akár a kultúrához kapcsolódóan, akár a könyvtár, akár ugye a múzeumhoz kapcsolódóan is. A diák igazolványa február közepétől igénybe vehető kedvezményes szolgáltatások hosszú távú befektetésnek tekinthetők, ami a fiatalok vármegyei kötődését és a tanulmányaik befejeztével a helyben maradásukat célozza.